volt szem, csak hiány, múl egy maszk. Akinél van, tegye fel a maszkát, hallottok, kötelezzen kell. De hát csak az itt azt hiszem, hogy nem tudja elsősor. De egész szolid van, úgyhogy jó. Ha egy iskola kapujában elkérik a diák igazolványt, lelassul a forgalom. Ha kiraknak egy testhőmérőt is, mindkét irányba lelassul. Ha mindezt egy portás irányítja, dugó lesz, és elkisnek a diákok az óráról. Minden online órán van egy horkoló, vagy egy éppen rántott húst panírozó diák. Minél jobbat akarnak a pedagógusok, annál hálátlanabbak a diákok. Lehet itt bármilyen modern és interaktív anyelvoktatás, lehet itt bármennyi listening, reading, writing, hogyha a gyereknek még a magyar is idegen nyelv. Csak akkor nincsenek hamis hangok egy zongorán, és csak akkor nincs hamis hang egy dalban, ha a saját szerzeményét adja elő a szerző. Akárhány gomb is van a Google Meet-ben, a gyerek azt tanulja meg legelőször, hogyan kell kikapcsolni a kamerát. Az otthoni digitális oktatás során azok a tanulók maradtak életben, akiknek volt asztali számítógép, laptopjuk, tabletjuk, mobiltelefonjuk, vertikális egerük is volt rendben a belépésű jelszavuk. Padlett oldalú, ismerték a Google Meet linket, és természetesen nem volt mellettük az édesanyjuk és a kistestvérük. Jegyezzétek meg, Insta és Snapchat királynők, ha ide bejöttök az iskolába, nem lesz rajtatok semmilyen filter. De ha akartok javítani a külsőtökön, hordjatok maszkot. Minden rossz tanulónak lesz egyszer egy ötöse. Legfeljebb a lottón, arra talán nagyobb az esélye. Sosem az érdemegy a rossz, csupán a diák egy másik tanulói anyagra készült. Arról nem is beszélve, hogy minden dolgozatban van egy kis csalás. A finishbe érkeztünk, lementek a próbák, mindenki beletette a maximumot. A jelvények is megérkeztek időközben, amik ma méltó helyükre kerülnek. Thank you.